Korrupció gyanújával pénzügyőrökre csaptak le kedden és szerdán a röszkei határátkelő helynél a terrorelhárítási központ és a megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult. Eddig 32 embert, köztük egy vezetőbeosztású személyt hallgattak meg gyanúsítottként. A rendelkezésre álló adatok szerint a röszkei határátkelő helyen szolgálatot teljesítő pénzügyőrök 2017. októberétől rendszeres haszonszerzésre törekedve jogtalan előnyként készpénzt fogadtak el a Magyarország területéről kilépése jelentkező külföldi állampolgároktól. A központi nyomozó főügyészség az elmúlt két napban összehangolt nyomozati cselekményeket hajtott végre a TEK műveleti egységeinek, valamint több megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak közbeműködésével. A több száz fő részvételével zajló intézkedés során számos helyszínen tartottunk házkutatást, és több 10 millió forint értékű készpénzt foglaltunk el. Szerdán és csütörtökön is folyamatosan hozták a gyanúsítottakat a szegedi járásbíróságra. A központi nyomozó főügyészség által meggyanúsított 32 pénzügyőr közül eddig 26-ot vettek őrizetbe, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat is. Közülük 13 fő ügyében már döntött is a bíróság. A szegedi törvényszék nyomozási bírái az ügyész indítványban foglaltakat alaposnak találták, és a tegnapi napon 13 fő gyanúsított előzetes letartóztatását rendelték el egy hónapra, azaz 2018. június 30. napjáig. Ezen kényszerintézkedések elrendelésének okai részben a szökés elrejtőzés veszélye, részben pedig az eljárás meghiúsítására vagy megnehezítésére törekvő magatartás veszélye volt. A szóvivő elmondta, az ügynek valószínűleg még nincs vége, hiszen még a héten további 12 ember sorsáról dönthet a bíróság, az ő esetükben is kezdeményezték az előzetes letartóztatást. Amennyiben beigazolódik bűnösségük, a beosztottak 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak, a vezető beosztásuk pénzügyőr pedig akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.